Üdvözlök mindenkit, Necroprim vagyok, jöjjön egy kis Warframe, miről fogunk beszélgetni? Hát az új Sentinelről. Taxon névre hallgat, mire jó, kinek jó, miért jó, és miért jó ez a Sentinel, miért fogják szeretni a veterán játékosok is, de imádni fogják a kezdő játékosok is. Annyi potenciál van ebben a Sentinelben, hogy őszinte legyek, azért meggondolandó, hogy tehát, hogy így nagyon gyakori használatra legyen. De nem utolsó sorban, íme a szorti hányadék, ami dob. Szinte csak azt kapok már jó ideje szortin, tök idegesítő. És kicsinálta meg a multiplayer challenge-et, ezt a szobrot lehetett érte kapni. Tök jól lesz, különben ez az egyik legjobb díz jelenleg az egész űrhajóban. Meg aztán fel vagyok szerelve egy csomó szarsággal. Nos, jöjjön a Taxon. Azt kell mondjam, hogy az egyik legjobb dizájn eddig a Sentinelek között. Nagyon tetszik, stílusos, elegáns, ilyen modern, tényleg nem valami hülye állat, kígyó, kukac keverék, mondjuk mint a Vairim, benne is van a levéve, de értitek, úgy jól néz ki, tehát szimplán ennyi, még így önmagában is jól mutat ki, még ki sem díszítettem, vagy valami ilyesmi. Nos, azon kívül, hogy az egyik legolcsóbb, nem a legolcsóbb Sentinel, amit le lehet gyártani kezdőknek, iszonyatosan ajánlatos. Tehát most már, hogy a carriernek a funkciója lecsökkent, azt mondanám, hogy ezt a Sentinel kötelező szerűen le kell gyártani, utána a carriert és a többi, de ezt a Sentinelt le kell gyártani, mert kurvára jó. Be is hát Warframe távlatok, vagy Warframe-en belül azt mondom, hogy ez egy jó Sentinel, értitek? Kezdők imádni fogják, és azt hiszem nagyon jó képességei is vannak. Nagyon nincs róla, mit elmondani. Nézzünk rá a modolására. Igazából az, ami a lényeg, hogy mire ügyeljünk, és hogy mire ne fókuszáljunk, amikor bemodolunk általánosságban véve egy Sentinelt, illetve ezt a Sentinelt. Mert ez tök jól néz ki, és tényleg olcsó a legyártása. Szóval ezt gyártjátok le. Jöjjön a Taxon upgrade-je, hölgyeim és uraim. Amire én ugye, még nekem sincs teljesen kihúzva, de nem is feltétlenül kell. Tehát pont az a szépség benne, hogy beleraksz egy Orokin reaktort, kihúzod maxra, tehát még nekem sincs maxra kihúzod, de már OP, mondhatni, hogy OP ez Sentinel, tehát kihúzod maxra és berakod a kötelező modokat, amire ügyelned kell, tehát ugye, mit tud ez a Sentinel? Molecular Conversion az egyik alapmódja, Blessed Enemies Within 10 Meters Converting 200 Damage into Shields for the Warframe. Tehát így gyakorlatilag a 10 méteren lévő ellenfelekre rányom egy ilyen blast damage-et, tehát mondjuk így megüti őket, ilyen blasteli lényegtelen, de 200 a damage-el rajtuk, az a lényeg, amit átfordít neked shieldbe. Hát ez mi a pöcs? Tehát ha nekünk, még annak, amikor én voltam a kezdő, lett volna egy ilyen Sentinel, ami shieldet ad, amikor kifogy, az über epic. Na most, ez az egyik képessége. Ugye egyértelműen belekerül a vákum, ez egyértelmű, és ezért is van neki 1, 2, 3, 4 ilyen Sentinel-féle jelecskéje, amit a Sentinel-ben van, mi a nevem meg. Precept jelecskéje, ugye? És ott van a másik képessége, a retarget, Sentinel will attack first visible enemy within 30 meters. 30 méteren, tehát az első enemit megtámadja, aki 30 méteren belül van. Ez tök jó. Ez így tökre rendben van. Na de most, léteznek a Warframe-en belül fantasztikus módok. Az egyik az a Guardian, és a Guardian nagyon jó ennek a Sentinelnek. Ez Guardian kötelező. Mit csinál? Ha kifut a shieldet, 100%-kal megdobja. Tehát kifogy a shieldet, 100%-kal. Te visszatölti a shieldet azonnal. Na, ez a Guardian, ez nagyon gyakran dobja a Warframe. Tehát az alapmódjaival ennek a Sentinelnek az alapmódjaival a Guardian egy kötelező mód. A következő, amit későbbiekben fogtok megkapni, aki sikerül kiformoltak, ez a Shield Charger. Ez gyakorlatilag
increases max shields by 60% and shields regen by 60% for 10 seconds. Tehát a lényeg az, hogy megnöveli a shieldezett 60%-kal, overshieldet is csinál, és 10 másodpercig fenntartja ezt az állapotot. Szóval ez, és 60%-kal meg is gyorsítja az új újratöltődést 10 másodpercig, és túl is tölti 10 másodpercig. Nagyon jó mód, és ezzel a Sentinel-e konkrétan kifejezetten még jobb mód. Egyértelmű, hogy a Vitality-ját és a Redirection-jét a Sentinel-nek bele fogod rakni, esetleg a Steel Fiber-t, bocsánat, a Metal Fiber-t is idővel, de a másik dolog, amit ebbe a Sentinel-be bele kell tenni, és én bele fogok, az a Coolant Leak nevű perk. A Coolant Leak, aki közelhe kerül hozzád, megfagyasztja. És igen, itt jönnek az okosok, és közben szólnak rá, de Necro, ennek a Sentinel-nek a fegyvere megfagyasztja az enemy-ket. Igen, tudom. Viszont ez mindenkit megfagyaszt, aki körülötted van, úgyhogy a Coolant Leak, majd ha nekem is maxos lesz, Coolant Leak belemegy, ezt a módot gyakran dobja a Warframe, nem kell tőle parázni kezdőszinten. És mire fókuszálunk a fegyverénél? A fegyvere az úgy egy kalapszar sebzésszinten, ahogy van. Felejtsd el, ne is adjál neki sebzést. Én direkt adtam neki Blast sebzést, ilyen alapmódokkal, csak azért, hát hogyha megadja azt a blast sebzés, elesnek tőle az enemik, de a fegyverének a fő képessége az, hogy lefagyasztja az enemit, és ezáltal belassítja. És akármit raksz ide, akárhányszor formázod le, mindegy lesz. Amit én kifejezetten javaslok neked, hogy berakj a fegyverébe, az a Sinister Reach plusz 12 range. Eleve a Sentinel 30 méteren belül megtámadja, akit lát, és ezt még megtoldod egy kis range-el, egy kis távolsággal, még távolabbról megtámadja, akit lát, és nagyon gyorsan tüzel a fegyvere. Úgyhogy, hát srácok, nagyjából ennyi lett volna ez az új Sentinel, szerintem megér egy próbát. És azt hiszem, azzal, hogy elárultam, hogy kezdőknek ez miért előnyös ez a Sentinel, én azt hiszem, hogy sok veterán játékos megérti a potenciát ebben a Sentinelben, mit jelent az extra shield feltöltődés egy olyan karakternél, mondjuk, mint a Valkyr, vagy egy Chroma, vagy értitek? Tehát mindig az a kis extra shield, egy olyan karakter, aki keményen kardozik, sok armorra van ellátva, és még kap egy kis shieldet is extrába, egy Excalibur például. Hatalmas potencia van benne. Az igazság, hogy remélem nem nörfölik, vagy nem realizálódik velük, hogy ez a Sentinel, ez igazából azon kevés Sentinelek egyike, amelyik a legjobbak közé fog tartozni. Tehát nálam a favorit Sentinel még mindig a Carrier Diviga, és most már azt mondom, hogy a Taxon. Szóval le a kalappal, ez a Sentinel előtt ahhoz képest, tehát kezdőknek ez egy hatalmas erő lesz. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ugorjatok el a Facebookomra, rengeteg Warframe modolás, illetve fegyvermodolást találtok ott, akit érdekel, következő videóig, sziasztok!